Következő előadónk Fazekas Csaba doktor, Miskolci Egyetem docense, politikatúra, stb. Fazekas Csaba. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Egy olyan témáról szeretnék beszélni, amiről nagyon sokat tudunk, amitről nagyon sokat beszélünk, de mégis kevés igazán konkrét, definíciószerű megfogalmazással találkozhatunk. A címválasztás egy kicsit nehézkes, úgy gondoltam, hogy a történelmi egyházak fogalom történeti vázlatát szeretném átnyújtani. Ez nem pusztán egy szójáték, hanem annak a jelzése, hogy a történelmi egyház kifejezésnek ma már elmondhatjuk, hogy valóban van egy történetisége, az elmúlt 20-25 esztendőben átment egy olyan jelentésbővülésen és jelentésváltozáson, ami feltétlenül tanulságos. Az előadásomban előadásomat két részre tudnám bontani. Az egyik részben tulajdonképpen semmi újat nem fog tudni mondani, hiszen ezzel a témával már nálam szakavatottabb jogászok hosszasan és jelentős terjedelemben jogi megalapozottsággal foglalkoztak, Csizin és Losszer Aranka, Sanda Balázs, Rikszer Ádám, akik jelen vannak, vagy voltak legalábbis körünkben, Kőbel Szilvia, Schweitzer Gábor, Szatmári professzor, már őt sem látom, és még sokan mások írtak már arról, hogy hogyan is értelmezzük ezt a kifejezést, hogy történelmi egyház, mit is jelent ez valójában. Második részében pedig szeretnék mindehhez az alaphoz egy kicsit hozzájárulni, és arról beszélni, hogy az elmúlt időszakban, közvetlenül magunk mögött hagyott hónapokban mi is volt ennek a történelmi egyház kifejezésnek a sorsa. Kezdjük talán azzal, hogy a történelmi egyház kifejezésnek valóban fel lehet egy történetiségét vázolni, amelyet leginkább talán az a szerencsés, hogyha az 1895. évi 43-as törvényben jelöljük meg, ami ugye ma már többször elhangzott, bevezette a bevett egyháznak a fogalmát, és ezáltal akarva akaratlanul beépített a magyar jogrendszerbe egy olyan gondolatot, hogy vannak valamilyen szempontból kiemelt, bevett az egyenlőknél egyenlőbb egyházak, és vannak olyanok, amelyek nem rendelkeznek ezekkel a fajta plusz tartalmakkal. Amikor ez a törvény született a 19. század végén, 20. század elején, akkor a közvélekedés, a közvélemény és a jogalkotás tulajdonképpen fette egymást. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a közvélemény ugyanazt tartotta bevett egyháznak, vagy privilégizált egyháznak, vagy történelmi egyháznak, mint ami az 1895-ös szabad vallásgyakorlatról szóló törvényben megjelent. Tehát a jogalkalmazás, jogalkotás és a közvélekedés az tulajdonképpen párhuzamban volt egymással állítható. A mai történelmi egyház fogalmat, amit nagyon sokat használunk a politika világában, nagyon gyakran jelenik meg a sajtóban, tudományos konferenciákon és a hétköznapi közbeszédben is. Hát ennek a genezisét én az 1989-1990-es rendszerváltás idejére teszem. Méghozzá azért, mert közhely és a történeti irodalomban már gyakran olvasunk erről, hogy tulajdonképpen ez a rendszerváltás nem csak a magyar társadalmat érte felkészületlenül, hanem abban például az egyházakat is, és a rendszerváltó Németh Miklós vezette kormány nagyon sok gesztust tett az egyházak felé, már 1989 tavaszától, az Állami Egyházügyi Hivatal megszüntetésétől, a kárpótlási szabályok kidolgozásának, az egyháziskolák visszaadásának az első lépéseig, nagyon sok ilyet lehetne mondani. És ebből a fajta gesztus politizálásból tulajdonképpen kialakult az a közvélekedés, hogy hát itt vannak régi egyházak, akiket itt most újra kell éleszteni, és a rendszerváltás nyomán mintegy felszínre jöttek, a jogi státustól függetlenül a kisegyházak vagy újabb keletű vallási mozgalmak, a negatív közvélekedés szerint a szekták. Tehát megjelent ez a fajta megkülönböztetés a közgondolkodásban is.
A jog nyelvében ugyanakkor nem, ugye erről is beszéltünk ma már, az 1990. évi 4-es törvény tudatosan nem tett különbséget az egyházak között, ugye ugyanazt a jogi kategóriát alkalmazta, és semmiféle belső, az egyházakon belüli belső kategorizálás nem volt hajlandó megengedni. Ugye ez egy nagyon sajátos jogi szemlélet, ami hát érvényesült is egészen a legutóbbi időkig. A közvélekedésben ugyanakkor ez a történelmi egyház fogalom, ez egyre inkább kezdett felerősödni. És erre a folyamatra azért jelentősen rátett egy lapáttal az, hogy ugye megkezdődött 90-től az egyházaknak a kárpótlási folyamata, illetve az ingatlan rendezéssel kapcsolatos politikai viták is már az első szabadon választott parlamentnek a falait betöltötték. Vagyis hát kezdett kirajzolódni valamiféle különbség, hogy vannak olyan egyházak, akiket kárpótolni kell, akik régiek, nagyok, történelmiek, és hát vannak ugye más vallási közösségek, akik a 90/4-es törvénynek köszönhetően immáron szabadon fejthették ki tevékenységüket. Sanda Balázs kollégámnak egy gondolatát idézném, ő azt írta, hogy a történelmi egyház fogalma csak jogtörténeti, esetleg szociológiai fogalom. A 90-es évek elején tulajdonképpen még ez a megállapítás igaz is volt, teljes mértékig megfelelt a valóságnak. De azt is hozzá kell tennünk ez a definícióhoz, hogy a 90-es évek elejétől a történelmi egyház fogalom az a semleges jogtörténeti vagy szociológiai értelmezés világából, mintegy elindult a jogszabályok felé, és hát meg is érkezett oda, egyre több jogszabályban jelent meg a történelmi egyház kifejezés. Egy gyors ugrással, ugye ez volt a 90-es évek eleje, ugranék egyet a mába, és hoztam egy idézetet, nagyon sokat hozhattam volna, ez éppen a Mazsihisznek a 2010-es alaptörvényhez benyújtott javaslataiból származik ez az idézet. Ebben az esetben semmi szerepe nincsen sem a levél írójának, sem a címzetnek. Tulajdonképpen egy közvélekedésnek a felbukkanását vagy jelenlétét szeretném illusztrálni az ebből a levélből vett gondolatokkal. Feldmayer Péter és Zoltai Gusztáv a következőket írták. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy Magyarországon elsősorban olyan egyházak működnek, amelyek a 10 parancsolathoz, mint saját gyökerükhöz ragaszkodnak, és évszázadok óta szervesen kapcsolódnak az itt élő emberekhez. Ezt a tényt, a kiemelések tőlem származnak, ezt a tényt a közvélemény és részben az eddigi jogalkotás is figyelembe vette, mondják 2010-ben, amikor megalkotta, figyelünk, megalkotta, és folyamatosan használta a történelmi egyházak fogalmát. A történelmi egyházak olyanok, amelyek vitán felül kialakult hitrendszerrel és szabályokkal élvezik a lakosság túlnyomó többségének támogatását. Feltétlenül szükségesnek érezzük, hogy az új alkotmány, akkor, amikor deklarálja a lelkiismeret és vallásszabadságot, egyben rögzítse azt is, hogy a magyar köztársaságban működnek történelmi egyházak és más vallási csoportok. Ismételten hozzátenném, tekintsünk el a levélíró személyétől és a címzetnek a személyétől, nagyon sok más közszereplőnek hasonló nyilatkozatait ideidézhettem volna. Ne legyenek illúzióink, és ne legyünk álszentek, ez egy létező megkülönböztetés. A történelmi egyházak és a nem történelmi egyházak között, ez valóban mára már a közvéleményben teljes mértékig polgárjogot nyert. Az Alkotmánybíróság, ma már idéztük, több határozatban is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Egy alkalommal például így fogalmazott, az egyházak létrejöttének valóságos hazai történetiségére utal, mármint a történelmi egyház elnevezés. Önmagában nem diszkriminatív, mondta ki az Alkotmánybíróság. Hozzáteszem a saját véleményemet, valóban nem. Önmagában az, hogy történelmi egyház, ez önmagában nem hordoz semmiféle diszkriminatív tartalmat, de a köznyelvben és a jogalkalmazásban egyaránt lehet a megkülönböztetés, a privilegizáltság kifejezője is, amint hogy az is lett. Nagyon röviden, egyetlen percben egy rövid fogalomelemzési kitérőt szeretnék ideiktatni. Ugye a köznyelv az nagyjából úgy osztotta fel az egyházakat, hogy vannak a történelmi egyházak, meg vannak a kisegyházak. Azt hiszem ez a két legelterjedtebb kifejezés. Érdemes eltöprengeni rajta, hogy vajon a többi
Ezekkel szinoním kifejezés miért nem terjedt el, vagy hogy is alakult ez a fogalompár? Ugye a történelmi egyháznak az ellenpárja az az lenne, hogy nem történelmi, vagy újabb, vagy frissebb, vagy nem túl régi, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. A kisegyháznak az ellentéte az meg a nagyegyház lenne, ugye, ami kifejez valamiféle statisztikai halmazt is. De ezek a kifejezések valahogy nem terjedtek el, vagy csak bizonyos, mondjuk a tudományos diskurzusban fogalmazódnak meg. De ez a két kifejezés osztja fel tulajdonképpen történelmi és nem történelmi kisegyházakra a mai magyar vallási palettát. Ha valamiféle definíciót kellene nyújtani, akkor sok-sok sajtócikket, közéleti beszédet, interjút és egyebet felhasználva azt mondhatnánk, hogy történelmi egyház fogalma ma Magyarországon az tulajdonképpen olyan egyház, amely az ország történelmi múltjában régóta folyamatosan jelentős szerepet játszik, keresztény és izraelita felekezet. És ezzel meg is érkeztünk tulajdonképpen ahhoz a megállapításhoz, hogyha ma azt mondjuk, hogy történelmi egyház, akkor a gondolatunkban négy egyház, illetve vallási közösség tartozik ide, a római katolikus, a református, az evangélikus egyház és az izraelita felekezet, vagy az azt leginkább képviselő mazsihisz. A történelmi egyház fogalmából az elmúlt 20 esztendőben tulajdonképpen kikoptak azok a valóban történelmi egyházak, például a görögkeletiekre, vagy az unitáriusokra nem nagyon szoktuk ezt a kifejezést érteni. Most nem a vallásszociológusokról beszélek, vagyis a jelenlévők hozzáértő többségéről, hanem a közvélekedésről. Ha azt mondom, hogy történelmi egyház, akkor általában nem egy unitárius szokott az eszünkbe jutni, amit egyébként maga az egyház többször sérelmezett is. A 89-90-es rendszerváltás után a jogalkotásnak ez a fajta kategorizálási törekvése, hogy különböztessük meg a régieket, nagyokat, meg az újakat, kicsiket, ez lényegében a történelmi egyház fogalmának a kialakulását és elterjedését váltotta ki. És ezt a folyamatot bizony a magyar jogalkotás is óhatatlanul elősegítette, amikor a történelmi egyház kifejezést, vagy azzal szinonim kifejezést használt. És jelentősen felerősítette az, hogy ezek a történelmi egyházak, amelyeket az előbb nevesítettem, a politika, a közélet világában is egyre inkább egy összetartozó, azonos érdekek, vagy összehangolható érdekek által vezérelt egyházakként jelentek meg, és a magyar politikai jobboldalnak a hagyományosan önmagát keresztényként, a történelmi egyházak érdekvédőjeként meghatározó öndefiníciója is hozzájárult ennek a történelmi egyház fogalomnak a kialakulásához. Hát hoztam néhány jogszabályt, ezeken csak megpróbálok gyorsan végigmenni, majd az írott változatba igyekszem ezeket összefoglalni, mondom, a szakirodalomban lehet már ezekkel találkozni. Például a tábori lelkészi szolgálatról szóló 94-es kormányrendelet, az így fogalmaz, ezt a rendeletet az alkotmány, a 90/4-es törvény, valamint a történelmi egyházakkal és vallásfelekezetekkel kötött megállapodások alapján foglaltak szerint alkalmazzák. Tehát már egy jogszabályban, a jogalkotásban megjelent ez a fogalom, anélkül, hogy mondjuk definiálta volna, hogy kit is értünk történelmi egyház alatt, mint egy a jogalkotó magától értetődőnek tekintette a fogalom tartalmát. Létezik egy városi legenda, miszerint a történelmi egyház kifejezést a Corpus Jurisban először a média törvény néven elhíresült 96/1 törvény tartalmazza. Ez nem igaz, mert az, hogy történelmi egyház kifejezés szerűen ebben a törvényben nem jelenik meg, viszont a rádió és a televízió közalapítvány kuratóriumába való delegáláskor felsorolja, hogy mely egyházak delegálhatnak egy-egy főt, a katolikus, a református, az evangélikus és az izraelita. Tehát már alkalmazza ezt a fajta szemléleti különbséget. És akkor még hozhatunk ide sok-sok rendeletet, például, nem tudom, feltűnt-e valakinek 96-ban, hogy a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság alapításáról szóló kormányrendeletben a történelmi egyház kifejezés
normatív tartalom nélkül, de megjelenik. Természetesen a jogszabályokban ez a fajta kifejezés, ez nagyon gyakran értéksemleges. 98 júniusában, tehát már az első Orbán kormány ideje alatt, de még az előző kormány által előkészítetten megjelent az alapfokú művészetoktatás követelményei és tanterri programjának bevezetéséről szóló MKM, vagyis fiatalabbak kedvéért Művelődési és Közoktatásügyi Minisztériumi Rendelet, amely például az egyik óvoda vizsgára való felkészülés jegyében azt mondja, hogy ismerni kell a történelmi egyházak által meghatározott műveltségi emlékanyagot. Én nem gondolom, hogy a rendelet alkotáskor bármiféle diszkriminációs szándék vezette volna ebben az esetben a jogalkotót, pusztán tényként használt egy közvéleményben már elterjedt fogalmat, hogy ezek a történelmi egyházak által felhalmozott ismeretek. És még lehetne sorolni, de ugranék inkább egy érdekes törvényre. A 2000. évi 32-es törvény a vámjogról rendelkezett, és abban adókedvezményeket nevesített nem a történelmi egyházak részére, hanem a kormánnyal megállapodást kötött egyházak részére. Amiből, ugye nem, tehát félreértés ne essék, amikor készültem erre az előadásra, nem azt csináltam, hogy beírtam a Google keresőbe, hogy történelmi egyház, és amit kidobott, azt idehoztam, hanem úgy végignézegettem, hogy szemléletében melyek azok a jogalkotási termékek, amelyek ebbe a fogalom, ebbe a leszűkítő fogalom használatba beillenek. Például ez is ezt a célt szolgálta. Ezt a szövegrészt a későbbi, 2 éves költségvetésként elhíresült törvény ezt törölte, viszont egy nagyon érdekes paragrafus tartalmazott, nem tudom, ki emlékszik még rá, egyházak adókedvezmény igénybevételére szolgáló jogosultságával kapcsolatban nincs benne az, hogy történelmi egyház, nincs benne. Az van benne, hogy olyan egyház lehet, akinek az adózók több mint 1%-a felajánlotta adójának 1%-át, legalább 100 éve jelen van Magyarországon, legalább 30 éve szervezett formában egyházként vagy vallásfelekezetként működik, amelyben az 1948 és az 1990 közötti időszakot figyelmen kívül kell hagyni. Na, osszunk, szorozzunk, hány egyházra vonatkozik ez? Ugye, tehát nincs benne a történelmi egyház mint definíció szerinti megkülönböztetés, de a végrehajtás nem lehetett máshogy eszközölni. Na hát aztán nem csak az Orbán kormányra volt ez jellemző. 2006-ban egy kormányhatározat az új Magyarország fejlesztési tervről mellékletében ezt a felsorolást alkalmazza. Megvitató fórumként a történelmi egyházak képviselőit kell meghívni, tehát megjelenik a szöveg, és felsorolja a 4 említett egyházat. 2008-ban nemzeti tehetségprogramban is megjelenik, és hogy a bajnai kormány sem maradjon ki a felsorolásból, 2009. decemberében az egyik kormányrendelet azt a megfogalmazást alkalmazza, hogy adatokat kell gyűjteni történelmi és egyéb kijelölt egyházaktól. Ugye megint csak értjük ezt a megkülönböztetést. A 2010-2011. Évi rendszerváltás után, itt most kicsit kénytelen vagyok rövidíteni, mert hát a meglehetősen viharvert 2011. évi egyházügyi törvényről ma már sokat beszéltünk. Nem akarnám itt most ezen a helyen elemezni a törvénnyel kapcsolatos vita folyamatot. De emlékezhetünk arra, hogy volt olyan szövegváltozata ennek a törvénynek, amely rögzítette volna a történelmi egyház kifejezést, ugye? Hogy legyenek történelmi egyházak, meg nem történelmi egyházak. És akkor a parlamentben a politikusok törték a fejüket, leginkább egymásét, néha a sajátjukat is, hogy például mondjuk mit kezdjünk a hídgyülekezetével, akik már nagyok, de nem olyan régiek, aztán vannak olyanok, akik kicsik, de nagyon régiek, tehát hogyan tudjuk a történelmi egyház kifejezésbe belepasszírozni. Az egyházügyi törvényben tehát nem jelenik meg a történelmi egyház kifejezés, viszont a 2010 után megalakult Orbán kormány is használta a törvényalkotásban ezt a kifejezést. Például a Nemzeti és Gazdasági Társadalmi Tanács azt mondja, hogy a külön törvényben meghatározott történelmi egyházak részvételével működik.
Karasszon professzor úrnak az előadását illusztrálnám. Mi volt a kifejezés, amit használt professzor úr a hevenyészet törvényalkotásra? Prikolás, köszönöm, prikolás. Na, ennek illusztrációjaként hoztam el egy érdekes esetet. Miszerint 2011. december 23-án az országgyűlés módosította ezt a törvényt, amit az előbb idéztem, és kihagyta a történelmi egyházak kifejezést, hanem azt mondta, hogy az egyházak képviselőit kell ebbe a Nemzeti és Gazdasági Társadalmi Tanácsba meghívni. Amit pozitívként is felfoghatnánk, ugye, mintha a törvényalkotó szeretné magát távol tartani a kategorizálástól és a történelmi egyház kifejezés használatától. De ugyanez az országgyűlés, ugyanez az agytrözt, 4 nappal korábban elfogadta a nemzeti köznevelésről szóló törvény december 19-én, amelyben ez a paragrafus szerepel, az iskolákban intézményi tanács hozható létre többek között a történelmi egyházak képviselőiből. Tehát miközben próbálja kiszorítani a fogalom használatot, annyira szervesült a politika világában ez a kifejezés, hogy megjelenik ebben a törvényben. Utolsó diám következőben látom, professzor úr fészkelődik. 2012 nyarán, tehát alig 8 hónappal ezelőtt, ugyanez megjelenik egy humán erőforrás minisztérium által kiadott rendeletben is, hogy az közoktatásban az iskolai tanácsok milyen kezdeményezésre hozhatók létre, és ott látjuk a rendelet szövegében azt, hogy az intézmény székhelye szerinti történelmi egyházak képviselőinek javaslatára. Ugye? Azt hiszem, hogy a tanulságok levonása az nagyon egyszerűen megfogalmazható. Ez a fogalom, hogy történelmi egyház mára kikristályosodott, mind a közvélekedésben, mind a jogszabályokban megjelenik, és tulajdonképpen az említett 4 valóban nagy és valóban történelmi egyház közösségére használják ezt a fogalmat. Nem tudom, mi lesz a sorsa a most módosítás alatt álló egyházügyi törvénynek, de a bevett fogalom bevezetése esetén is ennek a 4 történelmi egyháznak a fogalma vélhetően párhuzamosan azon belül tovább fog élni. A kérdés csak az, hogy megmarad-e vagy visszatér-e a történelmi egyház kifejezés semleges szociológiai vagy jogi kifejezésnek a szintjére, vagy pedig újabb diszkrimináció kifejeződése lehet. De erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Köszönöm.